Így néz ki a kormányzati támogatással felépített új munkacsarnok a Bonyhádi telephelyen. A családi vállalkozás festő- és berendezésgyártó üzemet is működtet Bonyhádon. Összesen 345 helyi és környékbeli dolgozójuknak biztosítva ezzel biztos megélhetést. Most egy új csarnokot építettek és gépeket szereztek be. Jövő év közepéig pedig újabb fejlesztéseket terveznek, hogy ki tudják szolgálni a főként német luxusautókat gyártó megrendelőiket. Az már több kisebb fejlesztési támogatást is kaptunk a kormánytól különböző lehetőségekkel. Tehát ez egy következő lépcső, amit ugye azokkal a támogatásokkal és fejlesztésekkel ugye lehetőségünk nyílott arra, hogy a járműiparban köztük is a Mercedes-BMW cégekkel olyan tárgyalásokat és hát lehetőségeket kapunk, amiért megindítottuk ezt az egész fejlesztést, ami hát négy fázisból állna majd. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón arról beszélt, hogy Bonyhád és Dombóvár térsége Tolna megye egyik legdinamikusabban fejlődő területe lett az elmúlt években. Az elmúlt években azt láthattuk, különösen 2014-15-től, hogy gombamód nőnek ki a földből az ipari csarnokok, és elmondhatjuk azt, hogy itt Tolna megye déli részén ez a járás, illetve Bonyhád és környéke az egyik legdinamikusabban fejlődő térsége Tolna megyének. Egy olyan megyének, ahol alapvetően minden Paksra, Paks környékére épül, ami természetesen jó és nekünk is jó, de örülünk annak, hogy ez a város újra olyan jelent tud magának, mint amit tudhatott mondjuk 100-150 évvel ezelőtt, hiszen akkor is alapvetően az iparnak is, de a mezőgazdaságnak is az egyik vezető ereje Bonyhád volt. Bonyhádra az elmúlt években közel 10 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett, hasonló kormányzati támogatásoknak köszönhetően. Csak a ginopos fejlesztések a dombovári járásban, illetve a bonyhádi járásban, hiszen ebből a kettőből áll össze alapvetően a választókerületem, közel 9 milliárd forint támogatási forrás érkezett ide, amit az itt élő emberek és az itt dolgozók és az itt vállalkozók tudtak úgy felhasználni, hogy látható eredményei vannak, és kézzelfogható eredményei vannak ezeknek a fejlesztéseknek. A bonyhádi több mint 500 milliárd forintos beruházást a kormány közel 300 millió forinttal támogatta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az átadón azt mondta, a magyar gazdaság nagy utat járt be az elmúlt időszakban, és komoly sikereket ért el a rendkívüli nehézségek ellenére. Ezekhez pedig szerinte a kormány beruházásbarát munkahelyteremtést is segítő politikájára is szükség volt. 2021 a tavalyi esztendő, amely közvetlenül követte a világjárvány évét, és közvetlenül hordozta még magán a világjárvány következtében előállt gazdasági válság következményeit, egy hatalmas rekordév lett a magyar gazdaság számára, hiszen soha korábban 7%-os, 7,1%-os növekedést a magyar gazdaság még nem tudott felmutatni. Soha ennyien nem álltak munkában még Magyarországon, mint tavaly, illetve most. A 2010-es 3,7 millió főhöz képest most 4,7 millióan dolgoznak, ami azt jelenti, hogy kerek 1 millióval többen. A magyar export pedig 119 milliárd eurót ért el, amely világon a 34. legjobb teljesítmény. Most ahhoz képest, hogy 95-ek vagyunk a világon lakosságszám tekintetében, azt hiszem, hogy ez egy egészen megsüvegelendő teljesítmény. És közben, ha lenne ilyen verseny, akkor szerintem az Európa-bajnoki címet kioszthatnák nekünk az adócsökkentések tekintetében, hiszen mind a személyi, mind a társasági jövedelemadó, mind pedig a munkát terhelő adók rekord mértékben csökkentek az elmúlt egy évtizedben Magyarországon. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, szükség is van erre a jó formájára a magyar gazdaságnak, hiszen itt vagyunk 2022-ben, és amikor azt hittük volna, hogy nagyon komoly nehézségeket hagytunk a hátunk mögött, és van idő kicsit a nyugodtabb munkára, akkor ezt gyorsan megcáfolta a szomszédságban kirobbant háború, amelynek következményeit kell most kezelnünk, és mindenek előtt garantálnunk, hogy Magyarország nem sodródik bele a háborúba,
és hogy a háború árát nem a magyar emberekkel fizettetik meg. De az, hogy a magyar gazdaság ilyen jó formában érkezett meg 2022 elejére, abban nagy szerepe volt azoknak a bátor vállalatoknak, amelyek a világjárvány idején sem simultak bele a mainstreambe, nem bocsátották el a munkavállalóikat, nem zárták be a gyáraikat, vagy legalábbis nem fogták vissza a termelésüket, hanem éppen ellenkezőleg fejlesztéseket hajtottak végre, beruháztak, növelték a kapacitásukat, fejlesztették a technológiájukat. Tolna megyében 16 cég kapott hasonló versenyképességet növelő támogatást a kormánytól, mintegy 4 milliárd forint értékben. Ezeknek köszönhetően 2200 munkahelyet sikerült megőrizni a válság ideje alatt is.